Jó estét kívánok! A szociális munka napjához kapcsolódóan szakmai tanácskozásra várták a szociális intézmények vezetőit, szociális munkásokat a Városháza dísztermébe, ahol elismerések átadására is sor került. Erről lesz szó a mai esti mérlegben. Tartsanak velünk! Az idősellátás a felnőtt, illetve gyermekvédelmi szektor, de a fenntartók, civil szervezetek is képviseltették magukat a harmadik alkalommal életre hívott szakmai tanácskozáson. A rendezvény legfontosabb célkitűzése az volt, hogy a szakemberek közösen vitassák meg az aktuális kérdéseket, és erősítsék a szakmaközi együttműködést. Az idei konferencia ezúttal a szociális munka napja mellett kapcsolódik az ENSZ gyermekjogi egyezményének 30. jubileumához is. A mai rendezvénynek a cél az a szakmaközi együttműködéseknek az előmozdítása, de ez az egyik cél, ez csak az egyik része a mai szakmai napnak. A másik része, ami nagyon fontos, véleményem szerint az, hogy ez a harmadik olyan alkalom, amikor az év végén, november végén, december elején a szociális munka napjához igazítva egy olyan szakmai konferenciát rendezünk, amire a városnak a szociális szolgáltató intézményeit, annak szakembereit, a hatósági szereplőket, a fenntartókat, civil szervezeteket, mindenkit meghívunk, és közösen vitatunk meg fontos kérdéseket. Ezeket igyekszünk, és ezt az idei évben is nagyon örülök, hogy sikerült egy jubileumhoz kötni. Az idei évben néhány hét, egész pontosan két héttel ezelőtt volt, vagy egy nap ilyen két hete volt az ENSZ gyermekjogi egyezményének 30. jubileuma. Mai rendezvényt egy kicsit ehhez kötjük. A tavalyi évben a szociális törvény negyed évszázada volt az, amihez tudtuk kötni, előtte pedig az első rendezvényünk, amivel azt gondolom, hogy elindítottuk ezt, most már talán mondhatom azt, hogy hagyomány, az pedig a gyermekvédelmi törvénynek a 20 éves évfordulója volt. De a jubileum, az évforduló mellett a mai napnak a fókuszában a szakmai együttműködés van. Nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy az önkormányzat által fenntartott szociális szolgáltató intézményekben közösen együtt egymást kiegészítve tudjunk dolgozni a székesfehérváriakért. Mai alkalommal mint az idősellátás, mint a felnőttvédelmi, mint a gyermekvédelmi szektor képviselteti magát, a Székesfehérvári Egyesített Szociális Intézmény, a Kríziskezelő Központ, illetve a mi intézményünk házigazdaként a Székesfehérvári Család és Gyermekjóléti Központ, illetve a Frémia Kap képességfejlesztő szakosított otthon. Az észlelő és jelzőrendszer egy nagyon fontos része, azt gondolom, a székesfehérvári szociális intézmények mindennapjainak. Ezt az észlelő és jelzőrendszert a mi intézményünk egy jogszabályi kötelezettség miatt koordinálja. Emiatt ebben az évben is volt 9 szakmaközi együttműködés, amikor vagy egy adott városrésznek a szociális, illetve egészségügyi oktatási szakembereit hívtuk össze, és közösen egyeztettünk, közös problémamegoldásban dolgoztunk. De ezen kívül fontosnak tartjuk azokat az eseményeket is, mint például a mai, amikor egy kicsit nagyobb körben, egy kicsit nagyobb szakmai grínum előtt tudunk intézménybemutatásokat tenni. Mai napnak is a célja egy kicsit az, hogy minél jobban megismerjük egymást, így az előadások során az összes intézmény, amit felsoroltam, az be fog mutatkozni részletesen, mind a történetét, mind pedig a jövőbeni tervei céljait el fogja mondani. Azt tartom nagyon fontosnak, hogy akár a lokális, akár a társadalmi változások, azok körülöttünk vannak, ebben az erőtérben élünk, és azt gondolom, hogy ahogy minden más ágazatnak, minden szférának, úgy a szociális gyermekjóléti, gyermekvédelmi szférának is reagálnia kell, észre kell venni ezeket a változásokat. Én azt gondolom, hogy ebben van óriási szerepe a mai konferenciának, hogy közösen gondolkodva, könnyebben, gyorsabban tudjunk reagálni azokra a változásokra, amik bekövetkeznek. Zsapka Attila, a Kríziskezelő Központ vezetője, példaértékűnek nevezte az egyes intézmények közötti együttműködést. Nagyon sok ember, akár aki a szociális területen dolgozik, de más intézményben, nem biztos, hogy mélységében ismeri az intézmény működéseit. Lehet, hogy tudja, hogy milyen telephelyeink, milyen ellátások vannak, de arról, hogy amennyire a lehetőségem adódik, próbálunk részletesen beszámolni, hogy milyen szolgáltatásokat nyújtunk az adott ellátáson belül, miként működünk, hogy lehet igénybe venni, és ez ugye egyéb más területen dolgozók számára is szerintem segítség, ahogy nekem is majd a CSK működéséről, hogyha meghallom a tájékoztatott előadást, hogy akkor ez segítség lesz akár a szociális munkásoknak, vezetőknek, hogy ezt fölhasználják, vagy képviseljék akár a klienseik előtt, hogy akkor már hitelesen tudják küldeni sajnos, hogyha a rászoruló emberekről beszélünk, mondjuk az intézményben azt az ellátottat, azt a rászorulót, aki szeretne tőlünk segítséget kérni.
És tovább megyek, hogy azért ez kapcsolatépítésnek sem utolsó. Azért elég sok érdeklődő szakember, egyéb meghívott vendég van, aki hát hallani fogja az intézmény működését, ellátását, és talán tisztább képet is kaphatnak, mert azért vannak még tévhitek, hogy mit jelent a segítő munkája, vagy az utcai szolgálat, hogy milyen felelősségünk van egyáltalán, mit tehetünk meg. Hát erről külön próbálok beszélni az előadásomban, hogy még tisztább képet adjak ugye mindenkinek. Tehát gyakorlatilag ez egy jó lehetőség, hogy itt a városban még jobban megismerjük egymás ellátását. Nem is tudom, hogy van-e olyan intézmény, hát ugye városi fenntartási intézményről beszélek, a CSK-n kívül, a Frim Jakab, a Szociális Otthon, ugye, aki most eszembe jut, illetve egyéb olyan civil szervezet, akikkel ne lenne kapcsolatunk, mondhatom, hogy élő kapcsolatunk. Tehát sok adományt, segélyeket, támogatásokat kapunk a civil szervezetektől, valaki részt vesz a teásjárat munkájában, vagy éppen bejönnek a nappali melegedőben vacsorát osztani. Úgyhogy én azt gondolom, persze van mindig hova fejlődni, és ez nem az udvariasság, de mindig lehet gondolkodni, hogy az ellátást hogy tudjuk még színvonalassábbá, még profibbá tenni, és ehhez hát le kell ülni, akár egy ilyen konferencián, találkozón is egyeztetni kell, beszélgetni kell, vagy éppen a szakmaközi megbeszéléseket is folytatni kell, ahogyan ugye ezek működnek, ahol a szociális munkások is egyeztetnek, nem csak a vezetők tartanak előadásokat, hogy lehet jobbá tenni az adott ellátást, amit a jogszabályi keretek ugye meghatároznak. Úgyhogy én azt gondolom, hogy szerintem nem túlzás, ha azt mondom, hogy példaértékű az együttműködésünk más intézményekkel, nem is tehetünk, nem is lehet ez más, hogyha valódi szolgáltatásokat, rugalmas ellátást szeretnénk nyújtani a hajléktalanoknak, a családoknak, ugye a családok átmeneti otthona tekintetében, vagy az utcán élők esetében, hogy folyamatosan tudjunk reagálni azokra a kérésekre, amelyeket amúgy meg kell oldani, vagy segíteni kell, hogy túléljék akár a téli hónapokat most ugye az utcai emberekre gondolva. Úgyhogy szerintem van hova fejlődni, de azt gondolom, hogy jól működünk. A konferencia résztvevőit Mészáros Attila alpolgármester fogadta a Városháza dísztermében, aki megköszönte a szektorban dolgozók áldozatos munkáját. Azok az intézmények, amelyek Székesfehérváron működnek, részben egymástól függetlenül, de sok esetben egyébként kapcsolatban egymással, de mégis azt gondoljuk, hogy talán egymás működéséről kevesebbet tudunk, mint amennyit talán kellene és illene. Úgyhogy ezért döntöttünk úgy közterületű úrral és a kollégákkal, hogy a mai nap az házon belül lesz. Magunk beszélgetünk arról, hogy is áll ma a Székesfehérváron a szociális intézmény rendszer, a szociális intézmény hálózat. Mit tettünk az elmúlt években, és milyen feladatok állnak előttünk a jövőben. Ehhez milyen szakmai és milyen egyébként anyagi források kellenek, hogy tudjunk erről beszélni. És hát van mit tenni, azt látszik éppen igazgatóra beszéltünk néhány percet, hogy melyek azok a feladatok éppen krízis-kezelő központ tekintetében, amelyek előttünk állnak, de azt gondolom, hogy minden intézmény életében tudunk olyan feladatokat, amelyek előttünk állnak a jövőben. És az is nagyon-nagyon fontos, hogy bár belőlünk vagyunk, de legyenek azok meg azok a szakmai partnerek és kapcsolatok, akár a tankerület, akár a civil szervezeteink révén, ahol nyilván közös érdek, hogy az ellátottak a lehető legjobb minőségi ellátást kapják. Az önök által végzett munka az nagyon-nagyon sok esetben, sőt azt gondolom, hogy minden esetben az életet jelenti az ellátottaknak. Akár idősügyről beszélünk, akár gyermekvédelemről beszélünk, akár hajléktalan ellátásról beszélünk, az önök által végzett munka az ellátottaknak az életet jelenti. Mi ezt szeretnénk megköszönni a mai napon is, de azt gondolom, hogy nem csak a mai napon, hanem azért minden napján nekünk fenntartóknak ezt meg kell köszönni. Igyekszünk mindent megtenni, hogy az önök munkakörülményei is folyamatosan javuljanak, úgyhogy erre is utaltam akkor, amikor azt mondtam, hogy lesz mit tennünk a következő években is. Néhány nappal ezelőtt egy nagyon örömteli hírt kaptunk, hiszen azt gondolom, hogy az elismerés az mindig fontos és mindig jó dolog, úgyhogy örömmel
hallottuk, hogy Budapesten szemültetők a gyermekekért miatt kiváló kollégánk Adányi Nagy Judit családsegítő kollégánk kapta, amihez ezúton is szívből gratulálunk, köszönjük szépen. A tanácskozáson kiemelkedő szakmai teljesítményéért polgármesteri elismerő oklevelet vehetett át Karócka Iné Bene Beáta, a Székesfehérvári Járási Hivatal hatósági főosztályának nyugalmazott vezetője, Erdélyi Zsuzsanna a családok átmeneti otthonának vezetője, valamint Simon Veronika és Péter Éva a polgármesteri hivatal nyugalmazott munkatársai. Ezt követően a szociális szakmaközi kooperáció programja előadásokkal folytatódott. Tudni kell, hogy nem egyszerű a szociális ágazatnak, a szociális ágazatban dolgozóknak, hiszen nagyon komoly fizikai és szellemi erőfeszítést igényel az ágazatban dolgozók részéről is. Intézményünkben összesen 7 telephelyen, 4 gondozási központban alapszolgáltatást nyújtunk, és 3 bentlakásos intézményben szakosított ellátást, ezen belül idős ellátás és idősek gondozóházát. Az idős ellátásban 243 ellátottat, a gondozóházban pedig 38 ellátottunk van a gondozóházakban. A szakmai létszámot tekintve pontos adatot itt most nem tudok mondani, de ami bizonyos, az, hogy ez a szakmán belül is a fluktuáció most nagyban befolyásolja a mindennapjainkat, ami azt jelenti, hogy egy-egy új kollégát bizony elég nehéz pótolni. Előfordul, hogy hosszabb időt vesz igénybe, míg egy új kollégát tudunk pótolni. Az intézmény múltjára nagyon fontos visszatekinteni, hiszen biztos vagyok benne, hogy nem csak a szakmabeliek, de Székesfehérvár polgára is nagyon sokan vannak, akik nem tudják, vagy nincsenek annak az információnak a birtokában, hogy mikor és hogyan is létesült az intézmény. Tehát egyfajta érdekességként, hitelességként szeretném ezt prezentálni. A jelenben pedig mindazokat a tényeket fogom bemutatni, amivel most az intézmény rendelkezik, akár személyi, tárgyi feltételek, meg hát egy picit a mindennapi kihívásunkat. A jövőképünk pedig szintén meghatározásra került, amit majd be is mutatok. A jövőt az igények határozzák meg. Az igények, amelyek az ellátottaink, illetve a jövőbeli ellátottaink támasztanak irányunkban, és ezeknek az igényeknek a teljesítését közösen a fenntartóval, és közösen a város polgáraival, és a társszakmával, a szakma és más intézmények, civil szervezetek és más szervezetek együttes összefogásával tudjuk majd hatékonyan kezelni. A 2018 és 23 közötti Nagy Sándor idős program keretében elkezdődött már, és természetesen lépésről lépésre haladunk az intézmény korszerűsítésének, illetve egy új intézmény létesítésének. A korszerűsítés a 3-as számú idősek otthonában, a Farkasfermi úti otthonban már elkezdődött. Megtörtént a tetőfelújítás, és most december 5-én az épületgépészeti és villamos felújítás is elkezdődik. Ez mind úgy történik, hogy bent laknak az ellátottaink, tehát bent lakással. Egy nagyobb volumenű felújítás, illetve terv az a 4-es számú gondozási központban, a Rádióton van és lesz, ami egy 150 fős intézmény létesítését jelenti. Ez a 150 fős intézmény nagyon korszerű lesz, alkalmas lesz arra, hogy emelt szintű ellátást nyújtsunk, alkalmas lesz arra, hogy házaspárokat is el tudjunk látni az intézményben, alkalmas lesz arra, hogy a napjainkban egyre nagyobb kihívást jelentő demenciával élő ellátottainkat, ugye korszerűbben, színvonalasabb ellátást tudjunk biztosítani. Sajnos, mint ahogy mondtam, a mi intézményünkben is a munkaerőpótlása nagyon nehéz, és emiatt ugye ahhoz, hogy egy minőségi ellátást tudjunk nyújtani, ahhoz jól képzett humán erőforrásra van szükség.
A jó képzett humán erőforrást meg is kell tudni tartani. A pályán való tartás és a fejlődés útja az nem lesz zökkenőmentes, tudjuk, de mindent megteszünk annak érdekében, hogy ez jó legyen. Köszönjük szépen figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, viszontlátásra!